Így néz ki a népszámlálási és vagyonösszeírási kérdőív. Azoknak a polgároknak pedig, akik nehezen értik meg vagy beszélik a szerb nyelvet, egy katalógust készítettek, melyben több nyelven is megtalálhatók a kérdőívek. Ilyen nyomtatvány minden népszámláló biztosnál lesz. A polgárok segítségül kérhetik, hogy könnyebb legyen a szerb nyelvű űrlap kitöltése. Két kérdőívet töltünk ki, a P1-est, amely 43, illetve 44 személyes adatokra vonatkozó kérdést tartalmaz, és a P2-est, amelyen a polgárok vagyoni helyzetével kapcsolatos 17 kérdés szerepel. A népszámlálás október 1-én reggel 8 órakor kezdődik, és október 15-én este 8 órakor ír véget. A polgárokat fényképes kitűzővel és hivatalos irattal rendelkező számláló biztosok keresik majd fel. Ha az említett határidőn belül nem járt nálunk a kérdező biztos, jelentkezhetünk a helyi illetékeseknél, és kérhetjük a számláló biztosok kiszállását október 16-a és 18-a között. Pénzbírság csak abban az esetben fizetendő, amennyiben az illető polgár kétszeri felszólítás után is megtagadja a népszámláláson való részvételt.